Üdvözöllek megint a Vadkovász Angliában videómban, mert jó pár ideje gondolkodom, hogy összeírom azokat a tippeket, amik esetleg a elmúlt fél évben összegyűltek bennem, amivel esetleg hozzájárulok annak, hogy te is egy kicsit könnyebben, vagy ne kelljen fél évet várnod arra, hogy már rájöjjél egy-két dologra. Persze szerintem sokan vagyunk, akik különböző módon csináljuk a dolgokat, de azért megosztok egy pár ilyen tippet, vagy inkább felszereléseket is találtam, ami kicsit megkönnyítette az életemet, illetve a kenyérsütést. Aztán remélem, hogy neked is meg fogja az életedet könnyíteni. Az egyik legfontosabb szerintem tippem, vagy ilyen alapszabály, nem is tudom, legjobb barátnőm megosztotta velem, akkor elkezdtem, hogy az az 5 óra legyen a pulton, tehát hogy a tészta csak maximum 5 órát legyen a pulton, az azt jelenti, hogy tényleg amikor összekevered a lisztet a vízzel, és ugye megvárod, hogy autolizálod, és pihen egy órát, na onnantól 5 óra múlva legyen már bent a tészta a hűtőben, különben valószínű, hogy túl fog kelni, ami nem jó nekünk, bár meg lehet enni ezt a kenyeret, de azért nem lesz a legjobb kenyér. Úgyhogy ezt tartsátok, ezt az 5 órát, én általában beszoktam állítani, vagy először még beállítottam a telefonomat, mert 2 gyerek mellett aztán biztos olyan benne, úgy összefolytak a percek, úgyhogy szépen beosztottam ezt az 5 órát, vagy 4,5 órát, és akkor megvolt a rendem, vagy a napi rend, és hát ez az 5 órában, hogy mikor mit csinálok, úgyhogy ezt ajánlom nektek is. A másik, ugye csináltam egy jó pár jegyzetet, már 3 napja jegyzetenek, és annyi lett, hogy van egy pár. Aztán a másik, amit, hogy sokszor volt úgy például, hogy nem csak a lisztet meg a vizet gyúrtam össze, hanem már a kovászt is. Tehát én mindent belegyúrtam, aztán megláttam, hogy ez így hogy fog működni. Működik így is. Azt csináltam, hogy mindent tényleg egybe gyúrtam, kivétel a só, nyilván, mert ugye az dagasztáskor tettem bele a dagasztás végén. Tehát a víz, a liszt, amit éppen kell bele, joghurt, vagy kefir, vagy csak simán csak a magok, vagy tényleg csak a só, meg a liszt, meg a kovász. És akkor így hagytam egy órát, vagy egy fél órát legalább hagytam autolizálni. Én általában ezzel a ragasztógéppel dolgozok, hogy ez a gépe, és abba tartom egy fél órát, órát, és utána kezdem el a dagasztani, csak annyira keverem össze, hogy összekeverjem. Így is sikerül mindent, vagy így is sikerült megoldani a kenyér, vagy egy gyönyörű kenyereket kaptam. Aztán amikor, hogy milyen vízzel dolgozok, az általában meleggel, és legyen szűrt víz, tehát ne legyen a csapvíz, hanem vagy akkor csináljátok egy olyan palackot, amilyen állott víz legyen benne, lágy víz, ne legyen forró, de legyen mondjuk egy picit ilyen meleg, vagy szobahőmérsékletű. Úgyhogy ez egy kicsit akkor gyorsan, hát, ja, akkor úgy megindulnak a folyamatok. Akkor a kovász nevelésénél azt gondoltam, hogy fontos, hogy egyenletes meleg helyen legyen ez az üveg, amikor ugye kinevelitek a kovászotokat. Tehát vagy bebugyoláljátok, hogyha hideg a konyhátok, akkor bugyoláljátok be egy rongyba, vagy sapkába, vagy akár azt is hallottam, hogy tegyétek be a mikróba, úgyhogy zárt helyen legyen, és tegyetek mellé esetleg még egy meleg, bögre meleg vizet, hogy egy jó kis dunsztos hatásba legyen, mert hidegben nem fog elindulni ez a baktérium, úgyhogy kell neki a jó kis meleg, de legyen forró helyen, tehát ne tegyétek be a sütőbe, akár betehetitek szerintem a szekrénybe is, és akkor tényleg mindig ott van. A pulton, hogyha már nyár van, akkor viszont nyugodtan hagyhatjátok a pulton, amíg kinevelitek ezzel alatt a 8 nap alatt a kovászatokat. Adjatok neki nevet, mert hát ugye ők is egy élőlények, vagy hát ő is már egy élőlény. Azt is szoktam mondani, akkor igen, én nekem van egy fehér, meg van egy teljes kirlisű kovászszoba a hűtőben. Nyilván a fehérből édeseket csinálok, sokszor a kenyérhez ebből is egy kanállal, abból is egy kanállal veszek, úgyhogy érdemes, vagy akár rozsosat tartani, de tartsatok egy fehéret is mindenféleképpen egy anyakovászt. Akkor van úgy,
hogy például tudom, hogy ha a hetemet így előre megnézem, és nem tudok gyúrni kenyeret, nincs a órám, hogy mellette ott átsorogjam, akkor van úgy, hogy dupla kenyeret csinálok, tehát tényleg egy 1200 grammot begyúrok, és hát annyi lisztről, és abban két olyan 600-as kenyér lesz ugye nyilván belőle, de még az is lehet, hogy 1300-1400-es fogatot is, és akkor tényleg begyúrom, egy picit kevesebb kovászt teszek bele, és amit megcsináltam, ugyanúgy csinálok mindent, és akkor amikor ugye két szakajtóba beteszem, és akkor az egyiket másnap kisütöm, a másikat pedig meg még hűtőztetem, hagy pihenjen a hűtőben, jó pár napot szerintem el van, de azt meglátjátok, hogy mennyire burjánzik akár a szakajtóban, szép lassan fog az ott szépen emelkedni, de azért egy olyan jó, szerintem két napot simán maradhat még benne pluszba a hűtőbe, és akkor van első nap egy kenyeretek, illetve amikor megsütítetek, meg még rá két napra vagy harmadnapra is van friss kenyér, és akkor nem kell azt, hogy minden másnap mondjuk begyúrsz kenyeret. Volt már olyan nekem, azért még mindig tapasztalok én, és úgyhogy nekem se sikerül sokszor egy-két dolog, és az édes tészták azok nekem ilyen mumusok, azért alakult már, hogy sikerültek a kakaós csigáim, de azért még mindig van, hogy aminek nem. Amikor például sikerült, akkor azt vettem észre, hogy mondjuk két napot simán benn maradt nekem az édes tésztám a hűtőben, és akkor jó, szépen úgy hagyd keljen meg a hűtőbe, nekem valószínűleg ez volt így egy kicsit a tippem, vagy úgy azt tetszett, és akkor utána csináltam ugye reggel, amikor kiveszem a hűtőből, ahogy kell a recept szerint, hogy mondja, hogy nyilván akkor nyújtsd ki, tekert föl, töltsd meg, tekert föl, vágd föl, és utána még kell ez még a pulton, vagy akár meleg helyen, és utána süsd ki. Tehát mindegy, tehát azt akartam ezzel mondani, hogy volt már úgy, hogy két napot simán állt a hűtőbe az édes tésztem is, és nem nyúltam hozzá. Akkor következő tipp, illetve amit tapasztaltam még, hogy a pizzatészta. Ugye tök jó, hogy megvan ez a pizza recept, van is szerintem erről egy videó, a videómban, a másik videómban, a receptek videóban van pizzáról recept, de az adag az 600 g-ról szól, ilyen pizzalisztet szoktam használni, ezt a hát kimondottan pizza pasta és pizza flour, mondjuk ugye az Angliába, mert otthon is lehet most már kapni, nem tudom milyen a BL jegyzése, már bocsánat, hogy kóklerkedek úgymond ezekkel. Egy light tésztát kell ebből kapni, tehát sokkal lágyabb, de még mindig a jó kis rágógumi, tehát ilyen hártyás lesz, üveges lesz a tészta, úgyhogy nem kell megijedni, hogyha lágyabb. És azt akartam ezzel mondani, hogy például nekem az a 600 g, itt így két picivel élek együtt, nekünk ez három adagra szól, vagy azt mondanám, hogy otthon, amik vannak ezek a nagy kocka tepsik, szerintem abból az két ilyen nagy tepsire való. Na most én azt úgy csináltam, vagy úgy csinálom, hogy elfelezem, akkor az első nap kisütöm az egyiket, és utána még vagy a harmadik nap még simán meg ki tudom sütni frissen a tésztát, úgyhogy, sőt, van olyan, hogy lefagyasztom még. Tehát, hogy az egyik felét kisütöm, másikat pedig beteszem egy zsákba, most beteszem a fagyasztóba, tökéletes, amikor kienged. Úgyhogy ezzel meg lehet könnyíteni a dolgunkat, hogy nem kell mindig durogatni a pizzatésztát, hanem jó, hogyha van a fagyasztóban. Hogy frissen maradjon a kenyér, én majdnem mindig, sőt mindig, amikor már kisül a kenyér, aznap este én az összes maradék kenyeret, amit nem ettünk aznap meg, azt mind felszeletem és beteszem a fagyasztóba, és ez azt jelenti, hogy minél frissebb a kenyér, és minél frissebben tettem be a fagyasztóba, utána másnap fogom, kiveszem a szeletelt kenyeret, tényleg egy 15 perc alatt ugyanolyan lesz, mint amikor megsütöttem a kenyeret, csak nem lesz meleg. Ha akarjátok, akkor betettétek egy picit abba a pirítós sütőbe, és egy picit felmelegedik, de tökéletes lesz így is. De ugye ezt csinálom a kakaós csigával, nagyon jó a kakaós csigák például 15 perc múlva már ehető állapotban vannak a fagyasztóból kivéve, hogy ezt is, amikor megcsinálom a kakaós csigákat, akkor egyből már, sőt, kisülés után lehűlt, és már megy be minden a fagyasztóba, és hát érdemes egyszerre többet megcsinálni, és úgy nem tudod megenni, és utána meg nem akarod ugye a harmadik nap is még kakaós csigát tenni, úgyhogy érdemes mondom betenni a fagyasztóba. Akkor volt már arra példám, hogy például hazamentünk 3 hétre a lányokkal, és hát ugye akkor itt volt, hogy a Sándorom, a kovász Sándorom az, amit csináljunk. Tehát a kovászunk, az ugye se vagy a hűtőben. Hát igen,
kísérleteztem, és 3 hét után is vissza tudtam éleszteni a Sándoromat. Jó vastag réteg keletkezett a tetején, ezt jól lekapartam, és utána újra eltettem, 2-3-szor is etettem, kihagytam a pulton, hogy szépen beinduljon az érés. De volt egy ilyen, vettem ötleteket is, ez például száraz kovászt. Biztos csináltam egy szállított kovászt, hogy ha esetleg a kovászom nem marad életbe, akkor ezzel azért még mindig van kovászom. Úgyhogy ezt meg úgy csináltam, mint amikor a kenyérhez kiveszitek a kovászt, és ugye fölérlelitek mondjuk egy 12 óra alatt, akkor azt a kovászt nagyon ilyen, tényleg ilyen sütőpapíron nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékonyra kikenitek, és akkor szépen vagy 3 nap alatt jól megszárad, szépen így föl fog puposodni, és eltördelitek, és beteszitek egy üvegbe. És ezt most én azért nem is használtam föl, mert ez nekem ilyen szép is, meg hát, hogy legyen itt nekem azért biztosan biztos, bármi történhet. Úgyhogy ez a, így tudjátok esetleg átvészelni mondjuk esetleg egy hosszú nyaralást, vagy hogy kietesse a kovászt. De hát 2 hét, 1-2-7 hét az semmi neki szinte. Úgyhogy, de szerintem még 1 hónap után sem még vissza lehet éleszteni a kovászt, vagy helyre lehet tenni. Na most, a felszerelések, ugye amiket elkezdtem, még van egy másik videón, amiben a felszereléseket mondtam, azt hiszem abban, hát egy másik fajt, azt hiszem egy recéskést mutattam, hogy azzal milyen jól lehet bevágni. Azért ez tényleg jó, az a pengés, sima penge, itt van rajta ez a kés tartóka. Én tényleg ez a legjobb vágni. Akkor ez a szilikonos kefe. Ez egy szilikonos üvegmosó kefe, ami nagyon sokat segít, mert nagyon utálom elmosni az edényeimet, pláne amikor ilyen ragacsos, kovászos edények vannak, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, mert nagyon szépen lehozza az üvegfaláról, meg mindenhonnan a kovászt, és nagyon egyszerű kitakarítani, mert jó kis tényleg szilikonból van. Tehát nem ez a klasszikus kefe-kefe, hanem szilikon kefe. Ezt ajánlom mindenkinek. Akkor nem tudom, hogy említettem-e a rizs lisztet, ezt csak abban a szakartónak, aki kilisztezem a szakartót rizslisztel, hogy ne tapadjon bele a kenyértésztám. Akkor van még itt egy, ez a liszt. Én befogtam egy ilyen kis szűrőcskét, hogy szépen nem kézzel lisztezek, hanem ezzel, és ezzel tényleg kevés liszt fogy. Kézzel nem tudok olyan keveset kivenni valahogy ez nekem bejött. Akkor ez a leszintem az egyik legjobb találmányom, vagy nem tudom, biztos rájöttetek, mert elég csúnyán van kivágva, de működik, az a lényeg. Vettem egy jó kis ilyen újrahasználatos sütőpapírt, de nem ez a kemény, mondom, látjátok, hogy mennyire hajlik, tehát nem törik meg. Ez egy ilyen, nem is tudom, kicsit trücskös a felülete, tehát nem az a nagyon sima. És érdemes egyet azért megcsinálni. Beletettem a jó kis kényesítő edényembe, és szépen beletettem, és elkezdtem itt szépen bevagdalni. Az a lényeg, hogy amikor beleteszem a kenyeret, vagy a tésztán, akkor nem az van, hogy összehajlít, vagy ott a széle, az hullámos marad a kenyérnek, mert hogy ugye ott nincs úgymond elvágva, illetve beformázva ez a sütőpapír, úgyhogy ezt is ajánlom. És egy picit azért pár szót szeretnék mondani a Roziról, ugye én Rozirat neveztem a gépemet, és már csak azért, mert nagyon ajánlom, nem kell a legdrágábbat megvenni. Én ezt olyan 70 fontért vettem, azt szerintem most átszámítom, szerintem 28 000 forint, tehát nem a legvészesebb, de marha jó befektetés szerintem, hogyha én azt gondolom, hogy most már életem végig kenyeret fogok sütni, és nem fogok boltba menni, úgyhogy ahhoz képest ez a 70 font, ez semmi. Azt néztem meg, ez egy sima, sima pék sütődöm, vagy nem is tudom, ami a kenyereket, vagy süteményeket is lehet kikeverni, meg mindenfélét, azt nem használtam, én megmondom őszintén, csak kenyérválasztásra használtam. Arra figyeltem, hogy ugye nagyon sok helyen ez a egy ilyen hasonló, vagy ilyen, azt hiszem, keresztbe is van itt, egy, nem tudom, tehát ilyen a keverő kanálja, vagy milyen.
Én azt, tehát hál' Istennek megtaláltam ezt, mind kettő van. Ez azért szerintem sokkal jobban összekeveri, persze szerintem az is olyan jól, tehát talán Szabi a Pék, ő neki egy karos ilyen dagasztógépe van, tökéletesen süt vele ő is, de talán egyszer-kétszer hallottam valakitől, hogy leragadt talán a tészta, na ezzel nem nagyon ragad le, tehát ez nekem tetszik, hogy ott ez kettő van. Tényleg szerintem érdemes befektetni, mert legalábbis nekem mindig abban a 10 percben, amikor be kell dagasztani a kenyeret, akkor jönnek a lányok valamivel, és pont nem ragad a kezem, hál' Istennek, vagy nem tésztás a kezem. Úgyhogy talán ennyit akartam még mondani ezekben, és igen, most még eszembe jutott. Most azt nem fogom mutatni, hanem még egy nagy, rövidke videót majd nézzetek meg ezután, és ennek a videónak a legvégén. Az első hajtogatást megcsináltam úgy, ahogy a Szabi csinálja, hát gyönyörűen nekem tényleg nagyon ügyes az a srác. És megmutattam, vagyis megmutatom benne, hogy ő hogy csinálja az első hajtást, amikor megvan a kenyér összegyúrva, dagasztva, és ugye pihent egy órát, vagy egy fél órát, és akkor az első hajtogatást megmutatom, hogy milyen szép hátyásnak lehet lenni, meg szépen kinyújtotta, úgyhogy meglátjátok, úgyhogy akkor hajrá, és ügyesen gyakoroljatok csak, mert tényleg az nagyon fontos, és ja, semmi élesztő. Sziasztok! Na nézzük az első hajtogatást, hogy meg tudom egy csinálni úgy, mint a Szabi, hogy ilyen szép hálósra kihúzta. Hát szerintem azért ez is lesz olyan jó, mint a Szabié. Ez csak ilyen jó kis hálós. Ó, de nézzetek, milyen jó kis hálós. Látjátok, milyen jó kis rugalmas ez a tészta. Úgyhogy ez is szupi. Így látjátok, ilyen jó kis ablakos, ilyen jó kis gumis. Ez a tészta, az első hajtogatásnál, úgyhogy szépen ez így, ide rá, ez szépen így, és kicsit meghúzgáljuk, úgy, csak így föl, úgy, mehet vissza a formánkba. Na, ez volt az első hajtogatás, és akkor megy vissza 30 percre a kis picit meleg helyre. Sziasztok!